Szép jó napot kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit Csíkcsomortánból, a 6. székelyföldi Varga Sándor verstáborból, vendégem Rúbor Dödön. Tisztelettel köszöntelek. Azt hiszem, hogy ez csoda pillanat, hiszen Varga Sándor álma megvalósult, és tovább visszük azt, amit ő elképzelt, kitalált. És azt hiszem, hogy elégedetten szemlélhet, amit fentről bennünket, hiszen ez egy csoda csapat. Viszont beszéljünk arról az indítatásról, ami nem ami idehozott, hanem ami a színészi pályára vonzott. Ennek immáron 4 évtizede. Evezz a mélyre. 1976-ban én a Műegyetemen tanultam, Budapesti Műszaki Egyetemen, a Vári Kollégiumban laktam, és villamosmérnöknek, pontosabban számítógépes mérnöknek készültem. De ahogy a tanulmányokat elkezdtem 73-ban, már akkor kiderült számomra, hogy ez nekem sok, nekem ez nehéz, engem nem érdekel, az agyam nem áll rá erre a dologra. Viszont semmi sincs véletlenül, ott a Műegyetemen, R-klub, E-klub, fönn a Várban, a Várklubban, olyan kulturális program kultúrsokkért, olyan sok mindent láttam, kinyílt a szemem, kinyílt a világ, hogy kiderült, hogy sokkal jobban érdekelnek emberi dolgok, jobban érdekelnek személyiségjegyek, sokkal jobban érdekel költészet, film, színház. És aztán ez abban csúcsosodott ki, hogy egy kedves szobatársammal, miután neki megvallottam a kételjeimet, akkor egyszer úgy mérnöki módon leültünk, és kizárásos alapon megfejtettük, hogy a színészet az egyetlen, amiben én igazán helyt tudnék állni, és amit én szeretnék. És akkor fölhozta példának Spindler Béra kedves kollégámat Kaposvárról, aki vele egy székesfehérvári szakközépiskolába járt, és onnan ment aztán színészi pályára. De hát Latinovics Zoltánt is mondta, aki nem úgy, mint én, hogy bukdácsoltam a Műegyetemen, hanem ugye vörös diplomával építészkaron végzett, és aztán váltott, és lett színész. És ezek a váltási példák erősítettek meg abba, hogy hát akkor én is megpróbálom. És akkor 76-ban, mikor ott már hosszú ideje vergődtem a Műegyetemen, lélekben is, meg fizikailag is, elmentem a Szkéni nevű amatőrszínházba, és ott egyszer csak otthon találtam magam, és onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy én mit fogok csinálni. A te történetedre azt hiszem, hogy illeszthető egy George Bernard Shaw idézet. Képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Ez történt. Ez így történt. Ez így történt. Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek megerősítettek, hogy jól választottál? Ugye 35 esztendeje diplomáztál. A kezdet-kezdetén voltak-e ilyen megerősítések? Amikor elkezdtem foglalkozni komolyan versmondással, önképzéssel, színészi helyzetgyakorlatokkal, pantomimmal, beszédtechnikával ott a Szkéni Amatőr Színházban, ott kaptam már Wigman Alfredtól és Zigány Judittól, az akkori Szkéni Színház két nagyszerű vezetőjétől, akik egyébként Keleti Istvántól vették át, hiszen ő akkor ment át a Pince Színházba vezetőnek. Már őtőlük is, és a kedves társaimtól is, hadd mondjak néhány nevet, akik akkor ott voltak velem együtt, és akik közé kerültem, és aztán ők is, tehát aztán jöttek később. Tehát nevek nélkül ugye nem érdekes. Tehát van jó néhány kollégám, Fehér Anna, Dániel Fizsolt, Szolnoki Tibor, Lukácsi József, Luksz Ádám, Volner Judit. Nem mindenki lett színész, de olyan képességekkel bíró, nagyszerű emberek voltak, akik közé nagyon könnyű volt beilleszkedni, nagyon befogadóak, nyitottak voltak, és támogattuk egymást, dicsértük egymást, biztattuk egymást. És tőlük már akkor nagyon sok megerősítést kaptam, hogy biztos, hogy én nekem ezt kell csinálni. És aztán elsőre nem vettek fel a főiskolára, de miután egy évet a Szkénében dolgoztam, másodszorra már fölvettek. Akkor, ha verssel kezdtük, akkor folytassuk is még, hiszen az az időszak, hemzsegtek a
nagyszerűbbnél nagyszerűbb versmondók, Gáti József, Latinovics, Sinkovics Imre, Darvas Iván, és így tovább, nem is sorolom. Volt olyan, aki különösen nagy hatással volt rád? Latinovics nagyon nagy hatással volt rám, hozzáteszem, soha nem akartam utánozni sem, de az a hit, az a szenvedély, amivel ő verset mondott, az példaértékű volt. És a másik, hogy amit most is tudok a versmondásról, annak a lelkiségéről, technikai megoldásokról, azt tulajdonképpen mind Gáti Józsefnek köszönhetem. Ő nagyon hatékonyan, komolyan és szenvedéllyel tanított. Ha visszaemlékszem, hogy mit, miért csinálok, hogy csinálok, stb., nagyon sok minden az ő mondatai, az ő gondolatai és az ő útmutatásai jutnak eszembe. És ezen nem vagyok egyedül, nagyon sokan vannak így. Ugyanakkor, ha verset mondani hallunk, mintha Latinovics köszönne vissza abban az értelemben feltétlenül, hogy belebújsz a költő bőrébe. Tehát nem egyszerűen a verset mondott, hanem mintha József Attilát, mintha Adit, mintha Nagy Lászlót hallgatnánk. Igyekszem, bár ez jó érzés, hogy ezt mondod, de igazából a törekvésem mindig, amikor egy verssel foglalkozom, akkor az, hogy a legszemélyesebb gondolataimat, érzéseimet pakoljam a mondatok mögé, amiket én leírva látok. És azért tudok nagyon-nagyon megszeretni egy-egy verset, mert akár Nagy László, akár József Attila, akár Adi, Baka István, Kölcsei, egyszer csak személyes közöm lesz hozzájuk is, hiszen ahogy fejtegetem az ő gondolataikat, és kutatok magamba, hogy nekem, ez valahogy úgy akkor az úgy adódik. Ebben nincsen részemről tudatosság, mint ahogy például Latinovics a Versent mondok című könyvében ábrákkal, körökkel, mérnöki módon rajzolja meg egy-egy költőnek az életművét, hogy azon belül az a vers, hogy tehát ilyen szintű tudatosság, mérnöki dolog bennem nem működik, inkább ösztönösen működik ez, hogy minél inkább a hitelességre törekedjek, és minél több mindent, gondolatot és érzést egy-egy leírt szó, vagy egy leírt mondat, vagy egy versszak mögé a verssel való foglalkozás alatt belepakoljak, beleképzeljek és sűrítsek, hiszen azt a néző a versmondás során ezt meg fogja érezni. Ugye azt tudjuk régről, hogy hiteles vagy, hitelesen mondod a verset. Mennyit segít ebben az orgánum, ami önmagában csak egy adottság, ugyanakkor kell hozzá az ember mögötte? Hát a főiskolán nagyon-nagyon sokáig Gáti József üvöltve parancsolt rám, hogy tessék megszólalni, mert egy ilyen belső lelki önbizalom hiány miatt nagyon halványan. Úgy fogalmazott, hogy baba, mintha fátyol mögött beszélne. És igen, mert nem mertem kinyílni még, nem mertem megnyílni még, nem nyert. Aztán utána rájöttem, hogy mennyi gyakorlatot kell elvégezni, és nagyon-nagyon szorgalmasan, nagyon-nagyon sokat gyakoroltam, hogy a pici számot meg tudjam nyitni, és rengeteg állejtegetéssel meg tudjam nyitni, meg egyáltalán a belső artikulációt kialakítsa az ember, hogy bátran merjen megszólalni nagy színpadon. Én ezt fölfogtam, hogy ez csak akkor fog menni, és csak akkor tudok hatni, ha én ennek a technikai feltételét és a lelki feltételét megteremtem. És ezért én irgalmatlan sokat megdolgoztam. Két dátumot szeretnék mondani, engedd meg, hogy idézzelek, hiszen 1984 számodra egy szent év, a ballada születése, Erdély megromlásának valóságos gyásza, az önfeladás, a világgá menés tragédiája. Akkor így fogalmaztatok. Ugye a jégmadárról, jégmadár, piros fejű jégmadár. Én életemben először Erdélyben, 1985-ben voltam. Egy nyári játék, gyulai nyári játék után
Funtek Frigyes barátom bogárhátú Volkswagenjével, Frigyessel, Kubikannával hármasba beültünk. Ők barátként vittek engem magukkal, hiszen ők készültek Sütő András Advent a Hargitán című gyönyörűséges darabjának két fiatal főszerepére, és kérdezték, hogy nem megyek el. És én boldogan mentem velük, nagyon szerettem őket, és ja, nem vagyok egy olyan nagyon vakmerő vállalkozó világjáró, de ez az ügy engem úgy vonzott. És ez a másfél-két napos, nagyon rövid végig száguldás Erdélyen, ez egy nagyon kellemes, ugyanakkor borzongató, sokkoló élmény volt, hogy szembesültem azzal, amiről sokat hallottam, meg olvastam. És a másik nagy élmény, hogy találkoztunk Sütő Andrással, és hát az ő kertjében ülve egy 25-ös égő alatt végiglapozta az Advent a Hargitán példányát, és mesélt nekünk arról, hogy miről is szól ez a darab. Aztán egy alig egyesztendő múltán jött a bemutató, aztán, ami egy csoda. Hát ami egy csoda volt, én végigkövettem, ugye én akkor még nem játszottam benne, hanem ugye Frigyessel mi akkor közösen béreltünk egy lakást, és nap mint nap mentünk be a színházba. Én ilyen-olyan dolgaim voltak, de nagyon sok próbán is bennültem, és végigkövettem a munkafolyamatot, végigkövettem ennek a politikai és kulturpolitikai eseménynek a létrejöttét, a tüntetéseket, aztán Sinkovics Imre bácsival öltözve nap mint nap hallgattam Sütő Andrásnak írt 100-valahány képeslapját, amit nyílt képeslapon adott föl Sütő Andrásnak. Aztán megéltem azt, hogy Funtek Fici kiment Párizsba, és másik jó barátom Bubik István átvette, és Kubik Annával játszották az Adventet. Aztán ők elmentek a színháztól, és Bartal Zsuzsa átvette Kubik Anna szerepét, ugye Ablonczi László igazgatása alatt, aki átlobdosta laponként Sütő András darabját, és ő lett az igazgató, és jó barátom. És aztán Bartal Zsuzsával végül is, aztán én játszottam Zetelaki Gábor szerepét, és a vége, a slusszpoénja, hogy jó-jó sok évvel később a darabnak a kamara változatát Békés Csabán egy csodálatos színésztársasággal én is megrendezhettem. Nehéz volt megtanulni Sütő Andrásul? Igen. Igen. Sütő András drámai szövegei szintiszta költészet. Bocsánat, a triviálisnak tűnő kifejezet, de ember így a hétköznapi életben nem beszél. De mégis olyannak a mondatai, mintha az tényleg valóságos lenne. Tehát ő egy költői nyelvet alkotott meg, hiszen például a Nagyenyedi Fügevirág című gyönyörű kötetében megírja, hogy ő a mezőségben az anyanyelv dirib darabjai közé született. És hogy milyen csökevényesedett nyelvet beszélnek az ő rokonai, meg a falubeliek. És ezért ő, ezt ő írja le, Arany Jánostól tanult meg beszélni. Költőktől tanult meg beszélni, és ezt a költői nyelvet az ő személyiségével, fantáziával továbbfejlesztette. És a darabjaiba ilyen nyelvet használ. Tehát látszólag nagyon könnyű sütőül beszélni színpadon, de irgalmatlan sok munka, amíg az ember azt hétköznapivá teszi, azt a nagyon veretes, megkonstruált, szenvedélyes, színes költői szöveget. Megérkeztünk Csíkcsomortánba. Hogy fogadtad az első meghívást? Mit gondoltál, mi vár itt rád? Mi lesz a feladatod, hiszen ez egy misszió? Az egészről Kubik Annától hallottam, akivel hát változatlanul tart a jó barátságunk és a rendkívüli kollegalitásunk. És mivel ő kért engem föl valamire, föl sem merült bennem, hogy én ne mondjak igent és ne menjek, ha ő akárhova hív engem. Tehát nekem az ő szava, kérése az olyan parancsként hangzott. A másik vonzerő pedig az volt, hogy Erdély és Székelyföld, hogy na végre ott lehetek 10 napot, és egy kicsit körülnézhetek. Óriási élmény volt, de már a buszra felszállva, hiszen Varga Sándorral én nem találkoztam, én nem tudtam, hogy ő kicsoda, de e-maileztünk, és nagyon korrekten, udvarias módon leveleztünk, hogy mik lesznek itt a feltételek, mit vár tőlem, hogy mint lesz ez a dolog, de nem találkoztunk. És hajnal felé ugye felszálltam az ide tartó buszra, és ott kezet fogtunk, és onnantól kezdve Varga Sándorral én úgy beszélgettem, minthogyha 30-40 éve ismertük volna egymást.
Nagyon megszerettem itt a tábort, nagyon megszerettem ennek a tábornak a gondolatiságát, az itteni embereket, Varga Sándort is. Nekem nagyon nagy veszteség az életemben, hogy ő elment. Olyan szinten, hogy például kért a kedves családja, hogy mondjak verset a búcsúztatón, képtelen voltam. Tehát olyan szintű érzelmi fölindulást okozott nekem ez az egész dolog, és annyira fájt, és annyira komoly, nagy veszteségre érzem. Igen. Beszéljünk a fiatalokról. Milyenek a mi fiataljaink, a ti fiataljaitok? Hát akik idejönnek, már egy válogatott csapat, hiszen általában egyházkerületi iskolákból versmondó versenyekről jönnek, ami feltételez egyfajta elhivatottságot, lelki életet, hitteliséget. És azt kell mondanom, hogy az a megfigyelésem, hogy évről évre okosabb, bölcsebb, intelligensebb, és lehet így mondani, képességesebb gyerekek jönnek ide. Egyre nagyobb élvezet velük foglalkozni. Természetesen ebben az is benne van, hogy akik a tábort szervezik, és válogatják őket, és ezeken a versmondó versenyeken zsűrizik őket, már egy kicsit úgy válogatják a gyerekeket, hogy tudják, hogy itt rájuk milyen lelki és fizikai megpróbáltatás és mennybe menetel vár. Az egyik feladat a tábornak meggyőzni a tévelgőket, a kételkedőket. Ez sikerül? Mi az üzenete? Mi a hozadéka, amikor hazamegyünk? Mit hozunk, mit viszünk haza Székelyföldről, ami aztán azt hiszem például szolgálhat másoknak is? Magamról is beszélnék röviden, meg amit látok körülöttem a gyerekekről. Ugye itt egy tágabb baráti kör működik. Tehát Kubik Annával mi inkább itt a szakmai vonalat, a versmondás és kicsit a színjátszással való foglalkozás vonalát képviseljük. De azért ugye itt egy baráti társaság is részt vesz. Tehát itt van köztünk Sixtus atya, aki a lelki élettel foglalkozik, a barátai, akik szintén figyelik a gyerekeket, és itt segítenek nekünk a munkában. Magamról annyit mondok, hogy én itt a 10 nap alatt, én egy évre föltöltekezem. Hibben, patrióta érzésekben, mindenben. Itt én szabadon megélhetem azt, hogy magyar vagyok, hogy ennek örülhetek, hogy látogathatom sorra a székelyeknek a csodálatos emlékműveit, amit ők nagyon gondosan ápolnak. Meg tudok erősödni itt lelkileg. Minden tekintetben. Amit a gyerekekkel látok, hogy nekik ez a legtöbb gyereknek óriási élmény, hiszen sokan úgy jönnek ide, hogy nem voltak még soha Erdélyben. És itt nagyon komoly lelki hatás éri őket, hiszen szembesülnek azzal, hogy Budapesttől körülbelül 700 kilométerre van itt egy magyar sziget, ahol emberek hihetetlen szeretettel, humorral és kedvességgel fogadnak itt bennünket, és hogy milyen összetartó közösségek találhatóak itt, ami példát adhat nekünk. És egy csomó olyan fiatal, aki erről nem tud, vagy cinikussá vált már fiatalkor ellenére, vagy más gondolatvilágban nőtt föl, azért amikor úgy megállnak a nyergestetőn, meg megállnak a fügéstetőn, meg a madarasi hargitáról körbe megnézik a rengeteg havast, meg bemegyünk Gelence 1230-ban épült templomába, és ott Sixtus atya azt mondja, hogy hát kedves barátaim, ez egy elég jól beimádkozott hely, akkor ezek olyan hatások, amit nem lehet nem magunkkal vinni és eltenni, és nem lehet, hogy ez ne határozza meg a későbbi gondolkodásunkat. Tehát érzésbeli, lelki gondolkodásbeli
nem is tudom, hogy mondjam, mit kapnak itt a gyerekek. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Rúgold Ödön volt. Nagy Zoltán Péter kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!